Na, sziasztok srácok, hello, 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 üdvözlök mindenkit. Amit ahogy a címben is láthatjátok, foglalkozok egy picit a Skyblock-kal, Skyblock update, hát... Visszatérek egy picit erre a metás dologra, amennyire ezt tudom tartani. Ha nem is heti szinten, de két héten belül lesz mindig egy új meta. Úgyhogy igen. Na, és akkor térjünk is a lényegre. Ugye, a jelenlegi meta, az a Villager. Na most, ezt én hanyagolom. Ugyanis új metát hoztam, ami eddig az egyik leggyengébb spawner volt. Az az Iron Golem. Persó. 8140-ért lehet eladni. A Villager 7700. A Blaze is most megérős lett eléggé, 7009. Creeper az maradt úgy, és azt hiszem, hogy a Pigman is maradt úgy 7000-en. Igen, na de... Azért... Picit így, hogy adjunk egy kis lényeget is a metának, meg egy kis... Hát, hogy is mondjam, nem tudom, ambíciót. Na most a meta mellé... Én... Csináltam egy olyat, hogy van három metakészünk. Metakészben mindig olyan spawnerek lesznek találhatóak, amik a meta. Tehát most elnyitom ezt a hármat. És akkor itt látszik, hogy van benne 256, 508, vagy 514, 1024 és 2048. És akkor ugye ez a szokásos, amit a Christmas, meg a többi kész így kipörög. És hát lehet nyerni belőle. Én most például ugye 3000-nél vagyok. És gondoltam, hogy ezzel adunk neki egy pici értelmet. És akkor ugye itt van. Hát... Egy olyan 2600 spawner durván. Na most... Ez az új meta. Úgyhogy igen. Hát nem tudom srácok, a generátorokra még annyit tudok mondani, hogy van valami bug velük, szóval azt hanyagoljátok, a szigeteket zárjátok be, hogy ne tudjon senki se oda menni, mert tudnak vele bugoltatni. Szóval igen. De valószínű, hogy amire a videó felkerül, szerintem kisveszem a generátorokat, és majd köbbi seasonben lesznek visszatéve. Úgyhogy ez egy ilyen pici kis kárpótlás. Ja. Ennyit szerettem volna. Ha tetszett a videó és támogatjátok ezt a metás dolgot, akkor léci, lájkoljatok, iratkozzatok fel. Discordunkon 3 hónapos nitro, vagy 2 hónapos, nem tudom, nitro sorsolás van, azt tudom, szóval, ja. Gyertek be, sziasztok!